Az elmúlt évezredek során számtalan fertőző betegség söpört már végig a Földön. A történelem folyamán a nagy járványok 10 milliók halálát okozták, civilizációkat töröltek el vagy változtattak meg teljesen. A pestis, a kolera, a fekete himlő vagy épp a torokgyék is évszázadokon keresztül tizedelhették az emberiséget. 1918-19-ben mindössze 2 év alatt a spanyol nátha néven ismert influenza járványban a Föld népességének 5%-a vesztette életét. Többen, mint az egész első világháborúban. A fertőző betegségek kórokozóival szemben az immunrendszer gyakran nem tud elég gyorsan és hatékonyan védekezni. Azonban, ha a szervezetnek egyszer sikerült legyőzni a betegséget, akkor többnyire tartós védelem alakul ki ellene. Persze ehhez először túl kell élni a fertőzést. Mára szerencsére szinte kockázat nélkül szerezhetünk tartós védelmet számos fertőző betegség ellen. A 18. század végétől egyre hatékonyabb védőoltásokat tudunk készíteni. Így sok korábban rengeteg áldozatot követelő fertőző betegséget ezek segítségével sikerült szinte teljesen legyőzni. Mivel a kórokozók különféleképpen működnek és okoznak betegségeket, ezért az ellenük használt oltások típusa és működési elve is eltér egymástól. A hagyományos oltóanyagoknak különböző típusai vannak. Vakcina gyenge vagy legyengített kórokozóval. Ebben az esetben az oltóanyagokkal természetesen gyenge vagy mesterségesen legyengített kórokozókat juttatnak be a szervezetbe. Ezek nem tudnak betegséget okozni, de képesek elszaporodni a testünkben, így a természetes fertőzéshez hasonló folyamaton keresztül aktiválják az immunrendszerünket. A gyenge kórokozót az immunsejtek beazonosítják, majd könnyedén le tudják győzni. Ezután a memória sejtek elraktározzák ezt a tudást, és ha legközelebb már erős kórokozóval találkozik a szervezetünk, arra sokkal gyorsabban és erősebben reagálunk. Az ilyen oltások védőhatása többnyire hosszú távú, így akár egy egész életen át is biztosíthatja a szervezet védelmét. Ha csak a kórokozó nem mutálódik nagyon gyorsan. Vakcina inaktivált vagy elölt kórokozóval. Az ilyen oltóanyag kémiai folyamatok segítségével hatástalanított, vagyis inaktivált. Hétköznapi szóval elölt kórokozót, vagy annak csak egy kis darabját tartalmazza. Ilyenkor bár a szervezetben a kórokozó nem szaporodik el, mégis épp úgy kiváltható vele az immunválasz, mint az előbb bemutatott vakcinával, ráadásul még biztonságosabban. A megfelelő védelem ugyanakkor kevésbé erős és általában ismételt úgynevezett emlékeztető oltásokra van szükség. Vakcina ellenanyaggal. Vannak olyan oltóanyagok, amikor már a szervezetbe jutott kórokozóra kell reagálni. Ebben az esetben a betegségre jellemző kész antitesteket, azaz ellenanyagokat adnak be a vakcinával. Hatalmas előnye, hogy nem igényli a vírusok szaporítását, ezért viszonylag gyorsan előállítható, hátránya azonban, hogy a védelem csupán rövid ideig tart, amíg a szervezetből ki nem ürülnek a készen kapott ellenanyagok. 10-15 éve új típusú, a sejtek örökítő anyagaira alapozott oltóanyagok is megjelentek. A tudomány fejlődésével ezeket a korábbiakhoz képest sokkal gyorsabban lehet egy-egy új kórokozóra kifejleszteni és tömegesen legyártani. Vektorvírus alapú vakcina. A virális vektor alapú oltóanyag típusnál nem egy legyengített kórokozót, vagy annak valamely részét tartalmazza a vakcina, hanem csak egy kódolt tervrajzot a kórokozó egy fontos részletéről, az antigénről. Ezt a tervrajzot egy ártalmatlan vírus juttatja be a szervezetünkbe. A kódolt tervrajzot a hordozóvírus, más néven a vektorvírus örökítő anyaga, DNS-e vagy RNS-e tartalmazza, melyet a tudósok meghekkelnek. Az átprogramozott kód csak a célzott betegséget okozó vírusnak az immunválaszt okozó kis részét, az új típusú koronavírus esetében a tüskefehérjét gyártatja le a szervezetünkkel.
Fontos, hogy sem a vektorvírus maga, sem pedig a célvírus apró részlete nem képes szaporodni vagy betegséget okozni. Az átprogramozott vektorvírus tehát utasítja szervezetünk sejtjeit, hogy a kód alapján gyártsák le a bevitt fehérje mintázatot, ezután elbomlik. Az utasításnak megfelelően a saját sejtjeink maguk állítják elő a betegséget okozni nem képes antigént, ami azonban kiváltja az immunrendszerből a védelmi reakciót, és megindul az ellenanyagok, azaz az antitestek termelése, az ölő T-sejtek aktiválása, majd a memória sejtek kialakulása. Így az immunrendszer később a fertőző képes teljes vírus támadását is képes lesz gyorsan és hatékonyan megállítani. RNS vagy DNS alapú vakcina. Ezek az oltóanyagok a vírus vektor alapúakhoz nagyon hasonló elven működnek, azonban itt nincs közvetítő vírus. A kódolt tervrajzot egy erre a célra összeszerkesztett nukleinsav molekula tartalmazza, amelyet a sejtfalon könnyen áthatoló burokba csomagolva juttatnak be a szervezetbe. A nukleinsav molekula többnyire az üzenet átvitelért felelős mRNS molekula, de lehetséges DNS alapú kódolás is. Ez a kód a szervezetbe jutva szintén az adott fehérje sorozat gyártására utasítja a sejtjeinket. Sem maga a nukleinsav, sem a legyártott fehérjék más módon nem képesek befolyásolni a sejtek normál működését. Az elkészített fehérjék önmagukban betegséget nem tudnak okozni, viszont antigénként működnek, és így kiváltják a szervezet immunválaszát, az antitesttermelést, a T-sejtek aktiválását és az immunmemória kialakulását. Ha egy vakcina elkészül és hatásosnak is bizonyul a célbetegséggel szemben, a biztonságunk érdekében több lépcsős klinikai tesztelési fázisokon kell túljutnia, hogy kizárják a lehetséges súlyos mellékhatásokat és igazolják hatásosságát. Csak ezután kezdődhet meg a tömeges gyártása és széles körű terjesztése. A COVID-19 betegség kórokozója ellen három különböző oltóanyag típus is elérhető. Mind a három technológia hatékony védelmet nyújt a kórokozó ellen, így segít megfékezni a betegség terjedését. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le az újabb részekről sem!